Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk a Start után, ez már a Start Plus, és Hajdú Szabolcs és Töröki és Orsolya a vendégeink, akik két fődíjat is elhoztak a Rangos Károlyvári Filmfesztiválról, mégpedig egy olyan filmmel, amit nemhogy kis költségvetésből, de inkább majdnem ingyen, teljes mértékben szívességekből forgattak a saját lakásukban, a saját családjukkal, barátaikkal és diákjaikkal. Ez a film az Ernelláék Farkaséknál, ami a cseh kritika szerint egy tökéletesre csiszolt filmes ékszer. Gratulálok, jó reggelt kívánok! Köszönjük szépen! Melyik volt a nagyobb meglepetés? A fődíj vagy a férfi főszereplő díj? Mondja Dósolja, mert te láttál engem, amikor átvettem. Igen, igazából először a férfi alakítás díjat vette át Szabolcs, és valahogy én, ahogy visszajött, oda letette magam elé, és akkor azt éreztem rajta, hogy hát ha ez van, akkor ha valamilyen díjat ő nem akart megkapni, akkor ezt. De most ez furcsán hangzik, de hogy nem magának akarta volna ezt a dicsőséget, de azért mondjuk gyanús volt, hogy mindenkit ott marasztottak a stábból, aki még ott volt, szóval azért egy színészi alakítás díjhoz nem szokás mindenkit ott tartani. Igen, tehát láttuk, hogy vagyunk ültetve, tehát akkor már gyanús volt, hogy kamerák így rajtunk voltak, hogy a fődíjat is mi fogjuk kapni. Én jobban örültem volna, hogyha mondjuk Orsoly vagy a másik főszereplő kap a színészi díjat, de nem mondom azt, hogy nem köszöntem. Ez nagyon derék, hogy így nem csak alkotói csapaton, de családon belül is ennyire nagy lelkűek egymással, de hát azért az mégiscsak jó, hogyha az ember színészként elismerést kap, hogyha ráadásul nem ez a fő foglalkozása, úgymond, hiszen talán inkább rendezőnek tartja magát, akkor nem ennyivel nagyobb a teljesítmény? Nem, itt azt szerintem a színészek sem a saját egójukra figyelnek, amikor egy ilyen típusú filmet csinálunk, mint amilyen ez. Ez egy közös játék, tehát itt van egy szisztéma, egy rendszer, vannak különböző problémák, amikről elkezdünk beszélni, és ott az, hogy ki milyen színész, vagy hogy ki milyen alakítást nyújt, mindegy. Tehát nem lényeges, mert nem technikai a kérdés, itt emberi dolgokról van szó, és persze a végeredmény egy nagyon jó színészi alakítás lesz. A film az egyébként azért is, többek között azért is nagyon érdekes, vagy izgalmas, mert nagyon magas színvonalú színészi teljesítmények vannak benne, de többek között azért, mert senki sem erre figyel, és nem ez az elsődleges, hogy színészi teljesítmények legyenek benne. Hogyan jött létre ez a produkció, amiben az végül is nem különleges, hogy férként és feleségként együtt dolgoznak, mert ezt már nagyon sokszor láttuk, de azért mégiscsak a kitárulkozásnak egy egészen új szintje az, amikor a saját életükbe, a saját családjukba engednek be, a saját lakásukba, a saját gyermekeikkel, és még ráadásul együtt is alakítják ezt a filmben szereplő házaspárt. Tulajdonképpen nem a kitárulkozás, igazából nincs is benne kitárulkozás. Mert hogy témák vannak, amik minket érdekelnek, és ezek a témák ugyanúgy érdekelnek másokat is. Tehát, hogy az, hogy mi van a családdal, mi van a gyerekkel. Ezek nagyon intim témák azért. Igen, de közben meg nagyon sok, tehát szinte mindenkinek köze van hozzá, vagy köze lehet hozzá. Igen, mi csak így magunkra vettük ezt a keresztjét. Tehát az, hogy ez nem a filmben látható házaspár, ez nem mi vagyunk. Mi eljátszunk egy házaspárt, mint ahogy a másik két szereplő is eljátszik egy másik házaspárt. Ezeket a történeteket vagy motivumokat mi meséltük egymásnak, össze van kombinálva, tehát ez egy eszencia tulajdonképpen. Az valóban érdekes, tehát az csak egy plusz dolog, hogy a saját lakásunkban, a saját gyerekeinkkel könnyebb megteremteni a valóságosságot, vagy a hitelességét a dolognak, amikor minden nagyon ismerős. Meg azt hát már ugye nagyon sok helyen olvashattuk, hogy ez egy lakásszínházi előadásból jött létre, de hogy jött létre a lakásszínházi előadás? Hogy indult ez az egész történet? Hát úgy, hogy kaptam egy felkérést a Balázs Zoltántól, aki a Maladi Pest Színháznak az igazgatója, hogy csináljuk egy előadást. Ott volt néhány ember, én mindig abból indulok ki, hogy milyen emberek vannak. Tehát nem egy történettel mentem oda, hanem a karakterek voltak meg, vagy személyiségek tulajdonképpen. És rájuk lett kitalálva, igazából ránk lett kitalálva a történet. Megnéztük, hogy mi az a közös meccéspont, ami mindannyiunkat érdekel, mindannyian kisgyerekes szülők vagyunk. Ez egy alaptéma volt, a gyerekek miatti veszekedések. Erről mindenkinek volt mit mondania.
És hát nagyon gyorsan, egy 2-3 hét alatt meg is írtam ennek a szövegkönyvét, bemutattuk az előadást tavaly májusban, és szeptemberben már forgattuk is a filmet. Tulajdonképpen egy év alatt egy előadás és egy film is doboz, tehát készen lett. Tehát a ötlet megszületésétől a Kristály Globuszig tulajdonképpen egy év telt el, és hát nagyon sokan már láthatták is színházban. És ez hogyan dőlt el, hogy a gyerekek szerepelni fognak ebben a projektben, és ők hogy élték meg az egészet? Ez azért érdekes, mert hogy ugye volt benne két gyerekszereplő, van az előadásban, amiket felnőttek játszanak, és amikor ugye kiderült, hogy filmet is csinálunk belőle, akkor jöttünk rá, hogy tulajdonképpen az a két gyerek az ugyanakkora, mint a mi két gyerekünk. Ez addig így fel se tűnt, hogy az a két szereplő ugyanakkora, és hát akkor ugye, ugyanúgy, ahogy az összes többi dolog, hogy úgy a legegyszerűbb, hát ez is úgy lett a legegyszerűbb, hogyha a mi gyerekeink játsszák, mert hogy velük tudjuk azt a kapcsolatot nagyon gyorsan megteremteni a vászon. Ráadásul Luisa, a lányunk, ő már többször látta az előadást, tehát ő képben volt, és Zsiga meg hát nem maradhatott ki így ebből. Nem tudtuk volna hova tenni a forgatást. Igen, az kiderült, hogy ő nagyon élvezhette az egészet, mert Carlo Viveriban is, ahogy a sajtó fogalmazott, ellopta a sót, jól érezte magát azóta is. Nem, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy például Carlo Viveriban is neki a legnagyobb élmény az volt, amikor az általa kiválasztott egyik hegyre fölmásztunk közösen, Carlo Viveriban, és eltávolodtunk ettől az egész fesztiválról. Az nagyobb élmény volt, mint maga a gála, a díj, a színpad. Tehát, hogy az legalább akkora élmény volt, amikor így velünk és külön is figyeljük. Sőt, igazából ő nagyon csalódott volt, mert amikor megkaptuk a Kristály Globuszt, ott ültünk, ő azt hitte, hogy az az óriási díszlet Kristály Globusz lesz a miénk. Volt egy és elképzelte a nappaliban. Igen, az egy ilyen 5 méteres volt, és ott ordított, hogy nem az. Neked furcsa, például volt egy ilyen bejátszás a díjátadón, amikor Bud Spencer is benne volt, hogy ugye meghalt, és teljesen kikészült tőle, tehát hogy ő egész más szemszögből látta az egészet, tehát hogy szinte még a Szabolcs beszéde alatt is velem a közben hátul arról beszélgetett, hogy mennyire hiányzik neki az Bud Spencer, és hogy milyen kár, hogy meghalt. Mi beszélünk erről sokat, hogy így ez volt a legegyszerűbb, meg az volt a legegyszerűbb, de azért ez az egész nem lehetett nagyon egyszerű, hiszen tudjuk, hogy egy filmforgatás az normális esetben, akár kicsi, akár nagy költségvetésről is van szó, rengeteg embert mozgat, rengeteg a logisztika, és rengeteg az apró bújtatott költség is egyébként. Mennyivel bonyolódik még mindez meg, hogyha ráadásul minden szívességből kell kihozni, mindent ingyen kell összehozni, tehát hány ember, milyen típusú közreműködése, és mekkora szervezés kellett ahhoz, hogy ez így kijöhessen? Nem, tehát nem így volt. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon konfliktusmentes forgatás volt, minden úgy ment, ahogy kell, nagyon kevesen voltunk, olyan volt, mint hogyha kiterjesztettük volna a családot egy pár napra, még 12 nap alatt forgattuk a filmet, kicsit kiterjesztettük volna egy 5-10 emberrel. Egyszerre a forgatáson nem voltak többen, 15-en, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Igen, és hát az egész, leegyszerűsítettek. És olyan nagy része a család, meg a barátaink, és a tanítványaim, a Metropolitan Egyetemről, operatőr szakos hallgatók, 12 plusz 1 operatőr vette fel ezt a filmet. És hát, ha jó emberek vannak a környezetünkben, a forgatáson sosem az a baj, hogy sok a szervezés, hanem az, hogy nem tudja megválogatni az embereket a rendező, az utolsó, a legtávolabb levőkig, tehát az utolsó statisztáig, és nem lehet már kézben tartani. Ezt kézben lehetett tartani, körbenézzek a forgatáson, és csupa lelkes tekintetet látok, van mit bekapaszkodni, van miből inspirálódni, és akkor így megy a munka. A pénz nem mérgezte meg, és nem rágták körbe a forgatókönyvet szkriptdoktorok, minden nagyon természetesen és egyszerűen történt. De gondolom ezt egyszer lehet így megcsinálni, tehát ebből nem lehet minta, hogy akkor, amikor legközelebb filmet akar forgatni ön, vagy bárki más, akkor azt lehessen mondani, de hiszen már egyszer bebizonyították, hogy ez működik, mennyivel egyszerűbben, mennyivel kisebb stábban, mennyivel csobban. Ebben sem vagyok biztos, hogy csak egyszer lehet megcsinálni, ezt mindig mondogatják, hogy ezt egyszer lehet. Én már csináltam így többször. Nem mondjuk játékfilmet, hanem kisebb filmeket.
Mindig lesz olyan ember, akinek ez megér. Itt speciál most nagyon megérte például szerintem a diákoknak. Mert ők úgy lépnek ki az egyetemről, hogy egy olyan referencia van mögöttük, amivel már lehet kopogtatni. És egyébként fantasztikus nemzetközi elismeréseket kaptak konkrétan ők is. Azt sokan kiemelték, hogy milyen meglepő, hogy mennyire egységes vizuális ez a film, miközben az, hogy 13 különböző ráadásul diákoperatőr forgatja, az nem ezt feltételezni. Igen, és a hangmérnök is. Tehát a hangmérnök, aki ugyanúgy a diák és a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója, nagyon-nagyon jó hangot csinált, teljesen egyedül a filmnek. Tehát ez egy iszonyú jó referencia nekik, és diákok mindig lesznek. Mindig lesznek színészek is, akiknek csak azért, hogy csináljanak valamit, valami jót, meg fogja érni. Mi nem kaptunk érte semmilyen pénzt, és ebben nincs semmi, ez nulla, tehát nulla, úgy ahogy mondom. Az a kevés pénz, ami volt rá, azok ilyen technikai dolgokra mentek el. A költségvetésnek már a háromszorosa visszajött pénzben is a díjjal, és nagyon sok a nemzetközi forgalmazási megkeresés már most. Mondjuk el azért gyorsan a nézőknek dióhéjban, hogy miről szól a film. Tulajdonképpen két család van, egy-egy gyerekkel, és az egyik család az éppen visszajön váratlanul Skóciából, a nővéréhez, és ott meghúzná magát egy bizonytalan ideig. Nem jött be a kivándorlás, az okok kiderülnek, vagy részben kiderülnek, és akkor ez a tulajdonképpen egy napnak az együttélése, és a felmerülő témák, problémák, és ez onnantól kezdve így ágazik. Megpendítették már a korábbi nyilatkozatokban, hogy ennek a forgatásnak, ennek a különleges filmnek a hangulatát valahogy a magyar forgalmazásban is szeretnék megjeleníteni. Ez talányosan hangzik. Mire gondoljunk? Lakás, mozi vetítésekre? Jó, most itt néz rám, igen, mert itt a Karlovariba sajtótájékoztatón váratlanul bejelentettem, hogy szeretnénk megnyitni a lakásunkat a közönség előtt, és ott vetíteni a filmet. Igen, ez tervbe van véve, ez az egyik ötlet. De vannak még ilyen ötletek, csak erről azért nem akarok beszélni, hogy legyen valami meglepetés is. Szeretném azt, hogyha ez a film megőrizni a karakterét, tehát ez egy nagyon bensőséges, nagyon... A közönség mindig is nagyon közel volt ez a történethez, amikor játszottuk akkor is a színházban, tehát így ülnek körülöttünk, és úgy játszuk az előadást. A film az hasonlóképpen nagyon intim, mert hogy a lakásunkba vezetjük be a közönséget tulajdonképpen. Szeretném, hogyha ez megmaradna, és nem egy ilyen konvencionális, hideg általános filmforgalmazási szisztémába kerülne be. Erre vannak ötleteink, ősztől kerül majd a mozikba, és ősztől lesz majd látható, inkább így mondanám. És közben fogjuk játszani az előadást is párhuzamosan. Tehát az is érdekes lesz, hogy a kettő egymás mellett milyen. Mert mind a kettő ugyanaz, de mégis nagyon-nagyon más. Nos, olyan tekintetéből arra következtetek, hogy ez egy meglepetés volt, és nem feltétlenül annyira kellemes ötlet? Volt szó róla, igazából nem ilyen szinten, de hát majd megbeszéljük. De egyébként én is azt gondolom, hogy jót tenne neki valamilyen intimebb közönség, tehát akár tényleg így lakásokban, nem feltétlenül a mi lakásunkban, de így ezt el tudom képzelni. Az ellen is tiltakozott, hogy ott forgassuk a filmet. Hát rettenetes volt ott forgatni nekem mondjuk, tehát hogy azért az nagyon... Hát igen. Mármint azért volt rettenetes, mert ilyenkor átveszik a terepet, az irányítást, és idegeneket kell kerülgetni, vagy ezzel egy csomó plusz munka is jár? Hát gondolhatod, hogy iszonyatos felfordulás, rengeteg plusz munka, úgyhogy közben meg én kenem nagyjából a szendvicseket, vagy legalábbis ketten-hárman, és ott vannak a gyerekek, tehát a végén már, tehát eleinte csak ahhoz ragaszkodtam, hogy legyen egy pici szoba, de tényleg akkora, mint ez a két kanapé, hogy az marad, tehát oda ne legyen semmi, hogy oda tudjam a gyereket lefektetni, tudjak én lepihenni, hogy
Na hát ez körülbelül a második napon már tele volt lámpával, a fürdőszobában nem lehetett közlekedni, és hát rettenetes. És most, hogy végre vége lenne ennek az egésznek, mármint ami a lakásban a felfordulás életére, Szabolcs kitalálja, hogy akkor beengedi az összes nézőt. Most akkor alakítsuk át mozivá hirtelen. Hát izgalmas lesz a folytatás, mi is követni fogjuk. Köszönöm szépen, gratulálok még egyszer. Köszönjük. Köszönjük.